Rendőrségi hírek következnek. Ittasan jogosítvány nélkül okozott balesetet egy nádodvari férfi, aki barátjával együtt italozott annak hajdúszoboszlói lakásán még 2020. július 24-én a déli órákban. Az italozást követően a sértett elindult elektromos rokkant kocsijával Hajdúszoboszlón a Hajdú utcán. Barátja a sértettünk saját Renault Thalia típusú gépkocsijával követte őt. Haladások során, feltehetőleg az ittasságból adódóan nem észlelte a barát az előtte haladó rokkant kocsist, illetve annak a megállását, ezért hátulról neki ütközött. A baleset során a 42 éves rokkant kocsival közlekedő férfi 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntetőeljárást rendeltünk el. Gépkocsi lopásról érkezett bejelentés a rendőrség segélyhívójára 2020. július 25-én hajnali 3 óra 30 perckor. A bejelentő elmondta, hogy ismeretlen személy eltulajdonította a bejelentést megelőzően egy Citroen Berlingo típusú személygépkocsiját egyik mezőgazdasági üzem területéről. Az esetet követően 4 óra 30 perc körül lakossági bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy egy személygépkocsi belehajtott Hajdúszoboszlón a Szabáti úton az út melletti árokba. A helyszínre érkező rendőrök a járművezetőjét nem találták a baleset közelében, de megállapították, hogy az árokban lévő személygépkocsi az, amelyet pár órával ezelőtt tulajdonítottak el. Az ügyben végzett széleskörű adatgyűjtés során néhány óra múlva előkerült az ittas gépkocsi vezető, aki egy lengyel állampolgár volt. A kollégáim előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Személysérülés elleni közlekedési baleset történt 2020. augusztus 1-én a 4-es számú főút 199-es kilométer szelvényében a keleti főcsatorna hídjának Kabai oldalánál. A rendelkezés álló adatok szerint egy Seat típusú személygépkocsi közlekedett Debrecen irányából Kaba irányába, amelynek vezetője le kívánt fordulni balra a keleti főcsatornához vezető szervíz útra. Fékezett, irányt jelzett, ezt a mögötte közlekedő Ford személygépkocsi vezetője észlelte, ő is fékezett. A Ford gépkocsi mögött egy piros színű Suzuki Ignis-szel közlekedő budapesti férfi későn vette észre az előtte forgalmiokok miatt lassító gépkocsikat, amelyek közül a hátul lévő Ford gépkocsinak ütközött. Az ütközés során a Ford gépjármű nekicsapódott az előtte álló Seat gépkocsinak, és átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol nekiütközött a vele szemből szabályosan Kaba felől érkező Peugeot személygépkocsinak. A baleset során három személyt könnyebb sérülésekkel szállított a kórházba, még egy személy súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgáljuk.